Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket! Legutóbb karácsonykor találkoztunk, most viszont az év legelső kulturális magazinjában, a társalgunkban, a makói újévi koncert legemlékezetesebb pillanataira tekintünk vissza. Emellett vendégem lesz a makói magánzeneiskola karnagyigazgatója, dr. Csikota József, valamint az intézmény egyik kiemelkedő zenész növendéke, akikkel a tavalyi évet értékeljük, valamint a jövőbeli terveikről is kérdezzük. Bizonyára emlékeznek rá, hogy még tavaly, tehát a december 21-i társalgunkban játszhattak velünk. A nyertesek láthatják is a képernyő alján neveiket. Ekkor azt kérdeztük, mit ünneplünk karácsonykor. Erre több helyes válasz érkezett, valamennyien tudták is, hogy Jézus Krisztus születését. Természetesen ma is hoztunk Önöknek egy játékkérdést, mely így szól, ki volt a sztár vendége az újévi koncertnek. A válaszokat SMS-ben a 0630 447 1464-es telefonszámra várjuk, de Facebook oldalunkra is küldhetik. És természetesen a helyes megfejtők között ezúttal is értékes nyereményeket sorsolunk ki. Úgy, mint a Szegedi Nemzeti Színház január 30-ai Carmen című előadására 2x2 fős belépőt, emellett az idei szegedi szabadtéri játékokra is elmehet valaki másodmagával, de a Hagymatikunk gyógyfürdőbe is kiosztunk egy belépőjegyet. Érdemes velünk tartani, kezdünk! Városunk és a környező települések lakói együtt búcsúztatták az új évet, valamint köszöntötték a 2018-as esztendőt a hagyományos újévi koncerten, melynek az Erdei János Városi Sportcsarnok adott otthont. A műsor most is igen sokszínű volt, a nagy érdeműt a makói magánzeneiskola koncert fúvózenekara, Cseh Antal operaénekes, illetve Péter Szabó Szilvia előadó művész szórakoztatta. A zenés est egy igazán látványos fényfestéssel zárult. A teltházas eseményen a makói magánzeneiskola koncertfúvó zenekara dr. Csikota József karnagy vezénylésével teremtett remek hangulatot. Összesen 80 zenekari tag lépett színpadra, akik többek között a Budapest indulóval, a vígjátéknyitánnyal, a virágkeringővel, a Jerikóval, valamint az éjjel a magyar polkával örvendeztették meg a közönséget. A tradíciókhoz híven Farkas Éva Erzsébet polgármester itt tartotta meg újévi köszöntőjét, melyben a település fejlődéséről és az új beruházásokról is szót ejtett. Mindemellett méltatta a városban több mint két évtizede fennálló fúvószenekar munkáját és eredményeit. A 24 éves múltú zenekar meghatározó művészeti együttese városunknak. Rendkívül sokszínű, ezt tapasztalhatjuk már most ma este is. Programokban gazdag, nemzetközi kapcsolatokat építettek, mindezt maguk mögött tudhatják. A fúvószene oktatása, a fúvószenekari kultúra gyarapítása, gazdagítása nélkülözhetetlen alapja az intézményüknek, és nélkülözhetetlen alapja elért eredményeiknek, sikereiknek is. Országos és nemzetközi ismeretségre tettek szert. Az elmúlt esztendő 55 dobogós helyezést hozott az intézménynek arany, ezüst és bronz minősítésű szakmai elismerésekben. Az elismerések természetesen városunknak is szólnak, hiszen rajtuk keresztül öregbítik településünk jó hírnevét is. Köszönet ezért a növendékeknek, és hála a felkészítő tanáraiknak. A
hagyományoknak megfelelően a város első embere köszöntötte a zenekar jubiláló muzsikusait, akik már 20 esztendeje a formáció oszlopos tagjai. Elismerésben Bakai Tamás, Cseke András, Mátó Ferenc, Szalai Melinda, Víg László és Dr. Vizi Zsolt részesült. A nézők soraiban számos olyan résztvevő ült, aki már többször is ellátogatott az újévi koncertre. Minden évben szoktam jönni, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szép minden. Mi már sok-sok év óta ide járunk, egy hagyomány, és ezzel kezdjük az új évet. Én azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy emelkedett, fergeteges hangulat némi túlzással. Minden alkalommal én azt hiszem, hogy az érdeklődők száma is önmagáért beszél, hogy mindig teltházasak a koncertek. Én ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Jó összetartó erő, és baráti társaságoknak, családoknak helyük van itt. A koncert színvonalát két vendégfellépő, Péter Szabó Szilvia előadó művész és Cseh Antal operaénekes is emelték. Az idén sem maradhatott el az ez zárásaként a Radecki induló, melynek ritmusát a teltházas közönség együtt tapsolta. A rendezvény fényfestés zárta, melyre a József Attila gimnázium előtt került sor. Az est két sztár vendégével, Péter Szabó Szilviával és Cseh Antallal készült anyagunkat, a beszélgetésünket követően láthatják, mert hogy már stúdiónkban köszönhetem vendégeimet, dr. Csikota Józsefet, a Makói Magánzeneiskola karnagyigazgatóját, valamint Juhász Tíme, a trombita növendéket. Köszöntelek benneteket! És köszöntünk mindenkit! Karnagy úr, ismét eltelt egy esztendő a zeneiskola életében, mely több szempontból is sikeresnek bizonyult. Növendékszám, versenyeredmények, koncertek tekintetében is még sorolhatnánk. Kezdjük talán egy kis kitekintéssel. Hányan tanultak a tavalyi évben az intézmény keretein belül? Hogyan alakult ez a létszám az előző évekhez képest? És melyek bizonyultak a legnépszerűbb hangszeri képzéseknek? Hála Istennek mindig nagy az igény a művészeti oktatásra, a művészet tanulására, és az idén is több növendékünk van, mint már a tavalyi évben, mint az előtti évben. 1150 tanuló jár hozzánk, körülbelül 150 tanulóval több, mint az előző évben. Valóban nagyon eredményes volt minden év, hála Istennek nagyon eredményes, de az elmúlt esztendő is az volt. Rengeteg versenyen voltak a növendékeink, megyei, országos és nemzetközi versenyeredményekkel lehetünk boldogok. Melyek bizonyultak a legnépszerűbb hangszeri képzéseknek? A gitártanszakra nagyon sokan jelentkeznek, valamint nálunk a fúvósoktatás nagyon komoly, magas szinten van, ezért nagyon sokan tanulnak és járnak ezekre a szakokra. Ugye Timi, te is a fúvósok közül vagy, hiszen a trombitát választottad hangszeredül. Mióta vagy a zeneiskolának a növendéke? Miért ezt a hangszert választottad? Mesélj nekünk egy kicsit a zenével való kapcsolatodról. Most lesz körülbelül 7. éve, hogy a zeneiskolának a diáke vagyok. Elsőnek furián kezdtem, körülbelül 2 évig furiáztam. Utána jött ez a lehetőség, hogy átváltsak másik hangszerre. A tanárom javasolta, hogy a trombitát válasszam. Trombitás lányék is nagyon ritka, hogy van. Végül azt választottam, és nagyon szeretem. A Makói Magánzeneiskola ifjúsági fúvószenekárának is a tagja vagyok. Nagyon szeretek oda járni, családias a környezet, és nagyon jó darabokat játszunk. Mennyivel másabb mondjuk zenekarban játszani, mint mondjuk szólóban egyedül? Hát oda kell figyelni nagyon az intonációra, hogy tiszta legyen a zenekar, és úgy persze sokkal szebb zenekarba játszani, mint egyedül.
Ugye többször elmondta már igazgató úr korábban is, hogy a magas szintű zenei oktatás mellett igyekeznek a diákoknak további lehetőségeket is biztosítani, így például versenyeken szerepeltetik őket, ahonnan mindig eredményesen térnek haza, de országon belül, sőt kívül is több helyen is megfordultak már, ahol megmutatják tehetségüket koncertek keretein belül. Ebből a szempontból hogyan értékelni a tavalyi évet? Nagyon eredményesnek tudom mondani, és végtelenül boldogok vagyunk, hiszen megyei, országos és nemzetközi versenyen vettek részt a növendékeink, és az elmúlt évben 55 dobogós helyezést hoztunk el. Szerbiában nemzetközi részfúvós versenyen voltak, országos versenyen, Mórahalmon volt megyei részfúvós verseny, Szabadkán fafúvós verseny, és amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy az imént említett ifjúsági fúvózenekarunk Oroszországban, Moszkvában egy nagyon komoly nemzetközi fúvózenekari, gyermekfúvózenekari versenyen indult, és mi ezt a versenyt megnyertük a zenekarunkkal, elhoztuk a nagy díjat. Ahogy hazajöttünk, ez májusban volt, júniusban Olaszországban, Jezolo környékén voltunk kin a zenekarunkkal, ott volt egy csodálatos koncertünk, és a gyerekek számára nagyon nagy élmény volt, hogy tengerbe fürdöttek, sokan még nem láttak tengert, és ez ilyen szempontból is, kirándulás szempontjából is nagyon komoly volt. A nagy zenekarunkkal, ifjúsági fúvózenekarunkkal Horvátországban, Split környékén volt két nagyon sikeres koncertünk, és hát az újévi koncert az megint, hála Istennek, teltházas volt, és nagyon nagy sikerrel történt. A növendékeknek milyen pluszt adhat ez nyilván az általános oktatás mellett? Természetesen nagyon figyelünk arra, hogy az oktatás mellett a kulturális életbe való részvétel és ennek élményszerűségei, a pozitív energiák, hogy megdolgozunk valamiért, fölkészülünk egy koncertre, pozitív energiákat mozgatunk, és utána azzal örömet szerezve természetesen mi magunknak is örömet szerzünk. Ez nagyon tudja a lelket fölemelni, nagyon tudja egységé kovácsolni a közösséget. Erre nagyon ügyelünk, hogy mindig legyen motiváció. És természetesen a külföldi utazások alkalmával nem csak az oktatás, a kultúra kerül előtérbe, hanem az a fajta turizmus jellege, hogy más nemzetek, más népek kultúráját is megismerve többek legyenek a fiatalok, és nyilván fejlődjenek. Minél többet tanulnak, minél többet látnak a világból, én úgy gondolom, hogy annál jobban tudják értékelni azt, ami itthon van. Gondolom, Timi, te is ezt így érzed, hiszen több versenyen is megmérettetted magad, akár a tavalyi esztendőt, hogyha nézzük. Merre jártál, és milyen eredményekkel gazdagodtál? Sok versenyen vettem részt, legutóbb Mórahalmon jártam, ott ez is minősítéssel zártam a versenyt. Előtte Szerbiába vettem részt versenyen, a nemzetközi fúvós versenyen, és ott aranyat szereztem. A korcsoportomban nekem lett a legtöbb pontom. Még szentesen szoktunk részt venni versenyeken, ott is nagyon jól zár általában mindenki. Milyen élményekkel szoktál ilyenkor hazatérni? Milyen pluszt adhat ez neked a továbbtanulásod szempontjából? Hát, ugyebár az eredmények, és ezek nagyon növelik az önbizalmat, és hogy külföldre is mehetünk ki, például Szerbiába, és így világszerte szerzünk tapasztalatokat. Ugye mondtad, hogy nagyon sok versenyen voltál már, és gondolom még tervezed a jövőben, hogy számos helyen megméretteted magad. Egy kicsit, hogyha előre tekintünk, akkor mi a jövőkép itt a zenei pályán? Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Trombita tanár szeretnék lenni, és most a gimnáziumba fogok tovább tanulni, és a zeneiskola felbírára készíteni. Ugye beszéltük most itt a beszélgetésünk során, hogy mind a diákok szempontjából, mind az intézmény szempontjából egy nagyon sikeres 2017-es esztendőt zárhattak, de azért az új év is számos kihívást hordoz magával, hiszen a magánzeneiskola szervezésében Makon fogják megrendezni a Fúvós Zenekari Világkonferenciát. Mit lehet tudni erről az eseményről, ennek történetéről, és milyen jelentőséggel bírhat ez esetlegesen a város életében, illetve nyilván az intézmény életében is? Úgy gondolom, Makó számára nem csak kulturális és oktatási szempontból bír nagy jelentőséggel, hanem a turizmus szempontjából is,
hiszen ez egy nagyon jelentős esemény. Két évente rendezi meg a Világ Fúvószenei Szövetség, amelynek én elnökségi tagja vagyok, különböző városokban. Legutóbb Hollandiába, Kerkrádéba volt, azelőtt San Joséba, most Tokióba lesz megrendezve, és utána pedig Makón. Én úgy gondolom, hogy Makó városának óriási lehetőség és óriási dolog, hogy az imént említett hatalmas nagy világvárosok után Makón rendezzük meg. Ez arról szól, hogy augusztus 17-től 21-ig, 5 napon keresztül délelőtt mindig mesterkúzusok lesznek, délután különböző térzenék, este pedig a legrangosabb fúvószenekarok a világ minden részéről érkeznek, és fognak nagyon komoly hangversenyeket adni. Olyan 20-25 zenekart hívunk meg erre a találkozóra, ide a legjobb zenekarok szoktak meghívást kapni, és ez azt jelenti, hogy ha egy zenekarban 50-en vannak, akkor csak 1000 föllépő lesz. Az 1000 föllépő plusz mellé azok az érdeklődők, akik ilyenkor, ha meghirdetjük a Világ Fúvószenei Szövetséggel, akkor szakemberek érkeznek a világ minden részéről, azok gyakorlatilag 5 napig itt fognak szállni, étkezni, szórakozni, és én úgy gondolom, hogy a város vendéglátó éttermeinek, szállodáinak, még Szegedre is valószínű, hogy vinni kell szállásra embereket, mert Makón most jelenleg nem bírunk annyit elszállásolni, de minden, ha szabad így mondani, fullon lesz, és akkor ezt nem kell mondani, hogy mit jelent a városnak, akár kulturális, akár turizmus vagy gazdasági szempontból. Említette, hogy elsősorban nyilván a szakmának szól, a növendékeknek, a tanároknak, illetve a környéken élő zenészeknek, de azért másosorban szól az itt élőknek is, a kistérségben élőknek is. Akkor pontosítsuk a dátumot, augusztus 17-től 21-ig fog tartani. És a gála koncert augusztus 20-án, ami egyébként is minden évben megrendezzük a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozónkat, gyakorlatilag most e köré kiszélesítve a programokat fogjuk megrendezni, és augusztus 20-án este lesz a gálája ennek a kongresszusnak. Mi is ott leszünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Munkájukhoz sok sikert kívánok ebben az esztendőben is, és biztos vagyok benne, hogy lesz miről még beszámolnia az új évben is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Cseh Antal operaénekes a Szegedi Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház mellett a tavalyi évhez hasonlóan idén is fellépett Makón szülővárosában. Az újévi koncertre Kálmán Imre híres művéből, a Csárdás királynőből hozott két darabot a közönségnek. A Te rongyos élet és a Jaj cica nagy sikert aratott a nézők körében. A művészt a Makói Magánzeneiskola koncert fúvószenekara kísérte az előadása során. És kicsi lány, édes is, amit én szavalok, az, hogy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, te vagy Istenem citrompám. Ilyen férfiak rabbant ritkák, vagy esetleg ilyen több nincs. Aki tudja, e szép könnyelmű élhet titkát, meg becsülem. Én már beszéltem más énekesekkel és művészekkel is, az a legnehezebb. Tehát itt a József Attila gimnáziumban tanultam, itt éltem 20-valahány évet, nagyon sok embert ismerek, és azoknak énekelni, azoknak nyújtani valami szeretetteljeset, az mindig a legnagyobb izgalom. Tehát a legjobban kell koncentrálnom, hogy a szöveg is menjen minden, mert más érzelmekkel jön ide az ember. Középiskolás koromban bekerültem a fúvószenekarba, akkor ütősként kezdtem, és utána így kedvem lett volna a hangszeren is megtanulni, és akkor elkezdtem tubázni, amellett, hogy a fúvószenekarba ütőztem, és
egy rövid időn belül bekerültem a zenekarba, mint tubás, úgyhogy ütősként, tubásként, meg hát én mellette a Makói Magánzeneiskolában voltam, mint rendezvényszervező, úgyhogy mi a Csikota Józsival hosszú-hosszú évek óta együttműködünk. Én azt gondolom, hogy mivel ugye én a legesleg elején is ott voltam már, igaz, hogy ütősként, de még a régi hagymaházba kezdődött ez az egész, és idáig kibővült, hogy egy teljes sportcsarnok teli van. Szerintem ennek nagyon-nagyon komoly építő ereje van, és nagyon sok, tehát ez az együttlét, szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hányszor mondtam már magamnak, hogy megházasodsz, ezzel minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha zászlánynál pincelzem, nála megszakad, ezzel minden rendbe lesz, majd segít nekem. Egész asszony regemen jár szívembe be. S újra jött egy, csak egy még, és a szívem új fent ég. Nekem hát gyakorlatilag a legjobb évem volt. Más városok, tehát Szegeden ott állandóan ott vagyok. Ott tagként vagyok ott sok darabba benne vagyok, meg leszek is. Ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy nagyon sokat kellett az operaházba lennem. Egyre több szerepem van, évről évre egyre több szerepem van, hál' Istennek, és ebből következően más városokba már nem is bírtam menni. Úgyhogy Miskolc, Debrecen, Győr, ezek most ki is maradtak, és egyre többet vagyok az operaházban, új rendezésekben, nagy-nagy produkciókban, külföldi vendégekkel, csak hogy a csúcsát mondhassam, december 29-én Annanett Repkóval volt előadásom az RTL Színházban. Összem azt a csöppi szár, nélküled míg a mennyország is fáj. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, összem azt a csöppi szár, nélküled még a mennyország is fáj. Halljenek is a mennybe te, cica, csak ez egyben érted ki, ugrom, cica. Péter Szabó Szilvia, a Nox együttes egykori tagja, számos zenei díjat, arany és platina lemezt tudhat magáénak. Az új évi koncert hűen tükrözte eddigi sikereit, hiszen felgeteges hangulatot varázsolta a zenekarával. Az előadó művész változatos repertoárral érkezett a fellépésre, az estén régi és új slágerek csendültek fel előadásában a közönség legnagyobb örömére. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és szeretném azzal kezdeni, hogy mindenkinek fantasztikusan szép, boldog, egészséges és csodálatosan új évet szeretnénk kívánni. Nagyon örültem, amikor megkaptuk a felkérést, hogy ezen a makói újévi koncerten felléphetünk, hiszen tudom, hogy ez nagyon-nagyon fontos koncert így a városnak a hétköznapjaiban és az éven belül is, ezért megtiszteltetésnek vettem, és legfőképpen szegedi lány vagyok, ezért kicsit olyan volt, mintha egy haza is hívtak volna, úgyhogy örültem, és nagyon jól éreztem magam. Minden volt ma este, ami számít, régi slágerek, új slágerek, amik már szólóban, mint Péter Szabó Szilvia, jelentek meg, és helyet kapott pár olyan dal is, ami még gyermekkoromból valamiért nagy kedvenc, úgyhogy úgy gondolom, hogy úgy méltón köszöntöttük az új évet, és nagyon jól fogadta a közönség, nagyon szerették. Szegedi lányként nagyon sokszor fordultam már meg ebben a gyönyörű kis városban. Többek között kislányként édesanyáméknak is volt hagymaföldje itt Makón, úgyhogy nagyon sokat jártunk errefelé, sokat dolgozni is, meg úgy kirándulgatni is, és mostanság pedig koncertezni, hiszen 2 évvel ezelőtt voltunk a Hagyma Fesztiválon nagy koncerttel,
nem ebben a kis akusztik formációval, de fantasztikusan jól sikerült az is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ide jönni. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vadgalam benne költ, olyan a vadgalam, mint a lány, maga jár a szép legény után. Az elmúlt év igazából egy nagyon érdekes év volt. Sokan azt írják, és azt mondják, hogy a 2017 volt a lezárások éve, és a 2018 lesz az újrakezdési. Hát ez nálam is elég sok mindenben megmutatkozott, mind magánéletileg, mind szakmailag. És egy gyönyörű év volt, hiszen a kislányom tavaly előtt évvégén született, tehát most volt egy éves, és ugye az első év az egy hatalmas nagy változás, hirtelen egy picike csecsemőből lesz egy locsifecsi totyogó, ami már most megvan, és óriási volt ezt végignézni az elmúlt egy évben, úgyhogy mellette rengeteget koncerteztünk is. Nagyon sok helyen jártunk, nagyon-nagyon sok embernek tudtunk, én úgy gondolom, adni valami szépet, és nagyon sok embertől kaptunk viszont gyönyörű dolgokat. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy csodálatosan szép év volt, és nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek érte, aki ennek a részese volt. Világéletemben tudtam azt, hogy én csak a színpadon lehetek otthon, és csak azt akarom munkahelynek. Úgyhogy ez valahogy nem is volt kérdés, hogy milyen irányba próbáltam elmozdulni, és hál' Istennek az élet tálcán kínálta a lehetőségeket, csak nyitva kellett tartanom a szememet, és próbálni nem elmenni a lehetőségek mellett, hanem élni velük. Ez hál' Istennek, hogy sikerült is, kőkemény munkával, és egy elég húzós, most már 16. év van mögöttünk, de én úgy gondolom, hogy ez már olyan szám, amit színpadon tölthettem, amiért olyan hálás vagyok az égieknek, hogy ez elmondhatatlan. Hát amikor felmegyek a színpadra, akkor azt hiszem az első és legfontosabb dolog, és az egyetlen legfontos dolog az, hogy a közönség jól érezze magát. Most, hogyha lesarkítom, mondjuk mulattatni, és adni valamit az embereknek, amitől akár egy órában, akár két órában, teljesen mindegy, ameddig együtt vagyunk, addig picit zárjanak ki minden mást a külvilágból, és a zene nyelvén, egy közös rezgésen együtt legyünk úgy igazán. Borog világ, sodorja fényre, vagy te él a kondapár, vad éjszakát megölbe csukol. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezz, szerelmet jobban fáj. Ne játsz világ, eresz, ha boldogtál. Február második felében érkezik az új nagylemez, amire nagyon sokat készültünk, és nagyon, nagyon szép lett, én úgy gondolom. Egy éve íródik a lemez, és hamarosan gyártásba kerül, úgyhogy nagy a boldogság, és bízom benne, hogy azt fogja majd adni a közönségnek, amit az elmúlt 15 év dalai is adtak, hiszen ugyanazokkal dolgoztunk, akikkel régen is a Noxok íródtak. Én úgy mondtam eddig mindig, hogy kicsit visszatérés a gyökerekhez most ez a lemez, az én gyökereimhez, a Noxos gyökerekhez, és mindenhez, ami én vagyok tetőtől talpig. Úgyhogy ez az elsődleges, és természetesen egy megújult látvánnyal és megújult, kibővült stábbal, zenekarral fogjuk járni az országot egész évben. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország, folyékony torz tükör, Szent János bogara. Fényében tündök el.
Kedves nézőink, mai társadalmunkba ennyi fért. Végezetül hadd hívjam fel figyelmüket ismételten játékunkra. Jövő héten szerdáig küldhetik el üzeneteiket a 0630 447 1464-es telefonszámunkra, vagy a Facebook oldalunkra, arra a kérdésre, ki volt a sztár vendége az újévi koncertnek. Ahogy megszokhatták, a helyes megfejtők között ezúttal is értékes nyereményeket sorsolunk ki. Így a Szegedi Nemzeti Színház január 30-ai Carmen című előadására 2x2 főre szóló belépőt, emellett az idei szegedi szabadtéri játékokra is elmehet valaki másodmagával, de a Hagymatikum gyógyfürdőbe is kiosztunk egy belépőjegyet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!